Köszöntöm nézőinket advent első vasárnapján, és mint tudhatják, emlékezhetnek, ennek már nagy hagyománya van Leányfalun, hogy gyújtunk közösen adventi koszorút, és mindig valaki vagy beszédet mond, vagy beszélgetés van. És idén advent első vasárnapján Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök úr elfogadta a felkérésünket, hogy kicsit beszélgetünk adventről, és meg fogja gyújtani az első gyertyát a Leányfaluiak közös koszorúján. Köszöntelek, Péter. Én is köszöntök mindenkit, és boldog egyházi esztendőt kívánok. Ilyenkor ritkán szoktunk bujékezni, pedig rám fér. Okay. Advent első vasárnapja van Magyarországon is, hát sok helyen állítanak adventi koszorút, de azt valószínűleg sokan nem sejtik, hogy ez egy evangélikus gyökerű szokás. Elmesélni egy kicsit a történetét. Igen, ez német forrásból érkezett hozzánk, mint valószínűleg a karácsonyi fállítás már hát tradíciója. Egy Vihen János nevezett evangélikus lelkész volt az, aki egy szeretett otthont vezetett Hamburgba, és ő jött rá arra, hogy a karácsonyról fölkészülésnek jóval vannak külső jelei is, és akkor ő egy nagyon szellemes ötletet hozott, vagy talált egy jó ötletet, hogy egy kocsi kereket fölakasztott, és a kocsi kerék küllőire helyezte körbe el a gyertyákat, de nem így, ahogy most látjuk, hogy csak négy gyertya, hanem nála az volt a különlegesség, és ma már vannak, akik újra gyártják ezt az eredeti adventi koszorút, hogy a hétköznapoknak is volt egy-egy gyertyája. Tehát a két gyertya között ott volt a 6 hétköznap is, és akkor így jött ki a 4 hét, és a kisebb gyertyák a hétköznapi fények meggyullását jelentették, és a nagyobb gyertyák pedig a adventi vasárnapokra utaltak. Ezt csak érdekességként mondom. Mindenképpen a 4-es szám azért nagyon-nagyon fontos, tehát én mindig mosolyok, amikor néhány virágkereskedő azt mondja, hogy neki már 5 gyertyás is van, még 6 gyertyás. Ez nem arról szól, hogy kinek van több gyertyára pénze. Itt a 4 az egy nagyon komoly, hát liturgikus rendet tükröz, hogy a egyház tanítása szerint az egyházi esztendő az nem január 1-én kezdjük, az a polgári év, hanem karácsony előtt 4 héttel indul az egyházi esztendő, és ez a 4 hét, most hadd használjak egy nagyon talán profán képet, de egy kicsit olyan, mint a repülőgépeknél a felszálló pálya. Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy egyfajta ünnepi magasságba eljussunk, és azért most 2020 adventjében ez nem lesz könnyű, most ugye nagyon speciális helyzetben van az egész világ, és benne a mi kis országunk is. Tehát ha mi szeretnénk fölemelkedni a hétköznapok szürkességéből valami ünnepi magasságba, akkor szükség van erre a kifutó és felszálló pályára, amit ez a 4 hét jelent. De ott ezt a képet azért nagyon újra kell gondolni, hogy itt nem az a cél, ami a repülőgépnél, biztos majdnem mindenki repült már és tudja, hogy ez egy nagyon különleges érzés, egy-egy gyorsan megy a repülés, már remeg az egész kaszni, és akkor fölemelkednek az ember megkönnyebbül, hogy na most már fönn vagyunk. Itt nem gyorsulni kéne, hanem ez a 4 hét ez arról szól, és arra adatik bizonyos szempontból, hogy egy kicsit vegyünk vissza a tempóból, a nyüzsgésből, talán ilyen szempontból most ez a sajátos helyzet, ez a karantén világ, meg ez a beszűkített élettel, amivel mozgunk, ez most furcsa módon segítheti ezt, hogy jobban koncentráljunk a lényegre. Valaki így kívánt most furcsa módon karácsonyt, hogy az első karácsony is egyszerű volt, legyen a te karácsony is egyszerű az idén. Az egy az mindig több, mint a sok. Az egyre, a lényegre koncentrálni, ami az első karácsony adott nekünk Jézus Krisztusban, és a 4 gyertya, a 4 adventi vasárnap, az tulajdonképpen ezeket az isteni ajándékokat hozza közel mindannyiunkhoz. Itt többféle magyarázat van párhuzamosan, egyik se jobb vagy rosszabb, mint a másik, egymást kiegészítik. Az egyik nagyon népszerű, ezt biztos ismerjük, hogy az ajándékok ugye az a hit, a remény, a szeretet és az öröm. És így érkezünk meg ugye karácsony ünnepéhez, ami egy igazi örömünnep, és így kezdődött ott a karácsonyi evangélium, hogy nagy örömöt hirdetek néktek, mondta a lengyel a betlehemi mezőn sötétbe várakozó pásztoroknak.
Tehát ez az egyik lehetőség. A másik, ami engem nagyon megfogott, ez egy erdélyi református lelkésznek, Bot Péternek a tanítása, hogy a négy gyertya az Jézusnak négyféle eljövetelét kínálja az életünkbe. Az első gyertya, amit most fogunk meggyújtani, az az első eljövetelre emlékeztet, amikor Jézus alázatos királyként, mondhatom, hogy inkognitóval jött el egy kis csecsemőként a betlehemi jászolbölcsőbe. Akkor a második eljött, ez a múlt, ami mögöttünk van. Akkor van két olyan gyertya, ami egzisztenciálisan a mi életünket érintett, hogy hozzánk hogy jön el Jézus. És ez az eljövetel többféle szóval is körülírható, a megtérésünk, az újjászületésünk pillanata, az a csoda, amit remélem, hogy sokan átéltek már nézőink közül is, amikor azt érzem, hogy most engem megszólított Jézus. Tehát nem úgy olvasok, mint egy szép régi mesét a Jézuskáról, hanem azt érzem, hogy most engem Jézus Krisztus szíven talált, megszólított, követésére jót, és akkor az életemet felé fordítom, ugye ez a megtérés, vagy újjászületés. Tehát ez egy óriási dolog, hogy nem csak egy bölcsőbe születhet meg Jézus, hanem hogy énekeljük sok szép adventi karácsony énekbe, a szívünk is lehet jászolbölcső. Akkor a harmadik gyertya eszünkbe juthatja azt, volt Péter tanítása szerint, hogy lesz egy olyan pillanat az életünkbe, amire nem szívesen gondolunk, és ez a halálunk pillanata. Amikor én Ady Endrétől tanultam ezt a csodálatosan mély teológiai vallomást, a Köszönöm című versében, amikor azzal fejezik be azt, hogy te leszel a halál, köszönöm. Tehát Ady úgy készül a halálra, ő tudjuk, hogy sokat küzdött a halállal, mint nagyon sokan, most sajnos ez nagyon aktuális hazánkban is, hiszen most így igazán az oltáros kifejezés, hogy halál árnyékának völgyében járunk sok tekintetben. Tehát a halálra úgy tekinteni, hogy a halál az tulajdonképpen egy alagút, hogy is szokták hasonlítani, hogy beszalad az életünk, egy pillanatra sötét lesz, és aztán kiérkezünk egy másik világba, Isten egyik kezéből a másikba helyez. Hát így is szabad gondolni, hogy Adventus Domini, Isten eljön, hát eljön személyesen az életembe, amikor befogadom őt, és eljön, értem, halálom pillanatába, és oda-vissza, ahol helyet készített számomra. És végül van a negyedik, amire hát talán valószínű, hogy ugyancsak ritkán gondolunk, hogy hitünk szerint visszajön majd ítélni élőket és holtat, ahogy elmondjuk a közös hitvallásunkba, tehát hogy lesz egy olyan pillanat, amikor az egész világ szembesül azzal, hogy ki ennek a világnak a teremtője, megtartója, megváltója. Ez a második adventnek is szokták mondani, amikor már úgy jön el, hogy nem inkognitóban, hanem dicsőségben mindenki számára elérhetően. Hát ez körülbelül a négyféle eljövetel, vagy a négyes számnak a nagyon mély üzenete. Az asztalon lévő koszorún ugye három lila és egy rózsaszín gyertya látható, de az evangélikusoknál ez nem annyira szokás, a színes gyertyák. Mik azok, ha vannak ilyen motivumok, amiben bár egy ökumenikus ünnepről beszélünk, de mégis az evangélikusok esetleg más követnek, más szokásokat? Igen, ez érdekes, hogy most egyre inkább ez a formátum jelenik meg, aminek szintén megvan a maga mondani valója. Ugye a lila az a bűnbánatnak a színe, völgyben is visszatér a liturgikus szín, ugye ezt lehet látni a papíröltözékbe is, az oltárterítő színébe és az adventi gyertyák színébe. Ugye érdekes módon ez is sincs benne a köztudatban, pedig faluhelyen régen ez nagyon élt, ahol én Nagytartsán szolgáltam másfél évtizeden át, ott a népviseletet hordták még az asszonyok, 80-as években voltam ott lelkész, és az adventi időszakban fekete, sötét szoknyát, puszlikot vettek lila díszítéssel, és a karácsonykor váltottak át a fehérre, ugye az volt a liturgikus szín, és ez kifejezte azt a bűnbánati szint, ami bőjben aztán visszatér, hogy egyfajta önvizsgálattal készülünk, úgyis mondták Tartsán, hogy kis bőjt van, és akkor nem lehetett lagzit tartani, mert különböző dinomdánovotnak, hogy egy picit visszafogottabban. Tehát amire utaltam az elején, hogy el kéne csöndesedni adventben, mi sajnos sokszor az ellenkezőjét csináljuk, hogy megyünk az aranyvasárnap felé, egyre jobban pörög a kereskedelem, mindenki azt érzi, hogy most neki kell megrendezni a karácsony, pedig az ünnepnek az a poénja, hogy azt nem én rendezem, nem én csinálom, mert akkor minden esély meg van, hogy elrondom.
hanem az ünnepet azt az Isten adja, az egy meglepetés, ahogy nem a pásztorok rendezték a karácsonyt, ők csak elfogadták a jó hírt, az ajándékot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a lila szín ez nagyon fontos, és az a bizonyos, hát a rózsaszínnek mondtak, de valamikor ez kicsit ennél pirosabb. Ha a lila mellett, akkor inkább pirosnak mondanám, ami lehet, hogy sokkal rózsaszín, az az örömnek a színe. Tehát itt arról van szó, hogy a bűnbánat az végső soron nem egy ilyen önmargosú, öncélú valami, hogy most akkor nem merünk örülni, hanem pont azért nézünk önmagunkba, csöndesedünk el, hogy aztán még inkább meghalljuk a karácsonyi örömüzenetet, hogy megtartó született nékünk, szabadító született, tehát az öröm felé megyünk, és én nagyon szeretném hinni, hogy 2020-ban is, ha lehet, hogy visszafogottabb lesz a karácsonunk, külsőségében lehet, hogy nem lesz annyira csillogó, de Isten megadhatja, hogy sokkal bensőségesebb és mélyebb legyen, és lehet, hogy a templomainkban most nem ünnepelhetünk olyan felszabadultan, de akkor miért ne lehetne otthon énekelni a karácsony énekek? Otthon is nagyon jól szólnak, sőt, tehát én azt kívánom mindenkinek, hogy ne engedjük el azt, hogy ja, akkor mondta egy okos szakember, hogy felejtsük az idei karácsonyt azért, hogy jövőre majd legyen. Én nem szeretném elfelejteni. Azt gondolom, hogy 2020-ban is az Isten meg akarja adni a karácsonyi örömöt. Kicsit mások lesznek a kulisszák, de lehet, mert van egy ilyen hitünk is, hogy Isten, akik Isten szeretik, minden javukra válik, hogy ebből a járványhelyzetből is annyi idézőjelben pozitívum is kijöhet, hogy jobban koncentrálunk a lényegre, és sok minden sallang, ami rárakodott az ünnepre, az most egész egyszerűen nem adatik meg, mert nem lesz annyi külső nyüzsgés, ezek a nagy adventi forgatagok, hanem helyette az egész ünnep mélyebb és bensőségesebb és gazdagabb lehet lelkileg. Kicsit magán az advent kifejezésről beszéljünk, mert én úgy tapasztalom, hogy ez is sokakban tévesen. Ugye sokan azt hiszik, hogy az advent azt jelenti, hogy várakozás. Mit jelent valójában? Igen, itt tényleg nagyon fontos, köszönöm, hogy ezt a kérdést is tisztázhatjuk, hogy itt megint az van, hogy az Isten helyébe akarunk lépni. Ez az ős bűn, hát mit mondott a kísértő az éden kedve, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Ezt a csalit veszi be az ember, amióta ember. De itt is mi akarjuk megrendezni az ünnepet, ezért átforgatjuk, kiforgatjuk, és azt mondjuk, hogy az én várakozásom, az advent, hogy én várakozom, nem az én várakozásom a döntő, hanem az, hogy az Isten jön, az advent szó, adventus domine, az Úr érkezése, itt is van szép adivel, sokan ismerik. Nem azért jön az Úr, mert én megfelelőképpen várom, és én kitakarítottam, és megsütöttem, és minden gyönyörűen föl van díszítve. Mindez nagyon szép, de az első lépés az, hogy jön az Isten. És mert én hiszem, hogy jön, és így várta Izrael népe is évszázadokon át, hogy jön a Messiás, így tudjuk, hogy ő el akar jönni hozzánk 2020 decemberében is, és természetesen jó, ha várjuk őt, készülünk, csak azt kell, hangsúlyozom újra, tudnunk, hogy az a döntő, amit ő ad, és arra mi csak válaszolunk, ami szeretetünkkel, ajándékunkkal, készülődésünkkel, ami természetesen mind nagyon szép és jó, ha valaki otthon csinál adventi koszorút, karácsonyt, vagy sok szép dolgot. De a lényeg ez, amire nagyon jó, hogy rákérdeztél, hogy az advent szó az Isten cselekvésére figyelmeztet. Ő érkezik, akkor is, ha nem várom. Csak a váratlan vendég néha kellemetlen. Sokkal jobb, hogyha mi készülünk az ő fogadására, befogadására, örömmel. Azt hiszem, ennél szebb gondolattal nem is lehetne zárni ezt a beszélgetést, és akkor megkérlek, Püspök úr, hogy gyújtsd meg az első gyertyát. A mi segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás mostantól fogva mindörökké. Új egyházi esztendő hitányát ünnepeljük. Ma sok ember nem él már benne az egyházi esztendő éltető ritmusában. Ezért hadd mondjam el evangélikus énekes könyvünk néhány sorát idézve, hogy mi is tulajdonképpen az egyházi esztendőnek a lényege és ajándéka, amit érdemes lenne újra felfedezni. Vegyük komolyan az időt. Az örökké valóság egy kis darabját ránk bízza Isten, hogy egyszer majd újra visszaadjuk neki. Jönnek és tűnnek éveink, tavasz, nyár, ősz és tél váltakozása tagolja a természeti évet. Az egyházi esztendőt,
a Krisztus ünnepek tagolják. Időszakai segítenek, hogy egy év leforgása alatt szemünk elé táruljon, mit tett értünk Istenünk. Jelenünket meghatározó, jövőnket előkészítő eseményekre figyelünk. Segítsenek az ünnepek, hogy gyorsan múló napjainkat Isten kezéből vegyük és oda helyezzük vissza. És akkor tudjuk igazán megszentelni ezt a fölkészülős időt, hogyha újra megtaláljuk az utat Istenhez imádságban is. Mielőtt meggyújtanám az első gyertyát az adventi koszorún, hadd idézek egy gyönyörű ősi imádságot, ami összeköt minket a többi testvér egyházzal is, Clairvaux-i Bernáttól, aki 1090-től 1153-ig élt, tehát egy 1000 éves imádságot fogunk most együtt imádkozni, hogy mennyire aktuális és friss, azt talán sokakat meglep majd. Imádkozzunk. Jöjj népek megváltója, jöjj Urunk Jézus, és örvendeztes meg minket Isteni jelenléteddel. Szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. Jöjj hát, és gyógyítsd meg vakságunkat, jöjj és segíts minket emberi gyengeségünkben. Jöjj Isteni dicsőség fényessége, jöjj Isten ereje és bölcsessége. Világosítsd éjszakánkat nappallá, oltalmazza veszélytől, gyógyítsd vakságunkat, erősítsd bennünk a bátorságot, vezess bennünket kézen fogva akaratod szerint, földi vándorlásunkban, míg föl nem veszel minket az örök városba, amelyet magad készítettél nekünk. Amen. És most akkor imádságunkra válaszként lobbanjon föl az első gyertyának a fénye az adventi koszorún. És a gyertya fénye az mindig Isten világosságára emlékeztet minket, amely az ő igéjében vállalta mi számunkra igazán befogadhatóvá. Hadd idézek egy gyönyörű Zsoltár verset, ami azt hiszem nagyon aktuális napjainkban, hazánkban is. Ez a 34. Zsoltárban így hangzik. Közel van az Úr a megsebzett szívűekhez, és megsegíti mind azokat, akik lelkileg sebeket kaptak, sebeket hordoznak. Sok ilyen testvérünk van most körülöttünk, így gondolunk rájuk is imádkozó szeretettel ezekben a napokban. Mindenki a kötelező távolságtartásra figyelmeztet minket. Egyetlen egy valaki van, akire ez nem érvényes, és ez a mi Urunk, aki egyre közelebb akar jönni hozzánk gyógyító szeretetével. Igen, ő az, aki közel van a sebzett szívűekhez, és megsegíti mindazokat, akik lelkileg is rászorulnak az ő támogató szeretetére. Ez az ige bátorítson minket, és segítsen most arra, hogy mindazt, ami a szívünkön van, összefogjuk abba az imádságba, amelyre Jézus Krisztus tanított minket könyörögni együtt és egymásért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, az Úr ragyogtassa rátok az ő arcát, az ő Krisztusát, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő arcát, az ő Krisztusát ti felétek, és adjon nektek igazi adventi karácsonyi békességet. Amen. És mivel nehéz elképzelni adventet ének nélkül, most ugyan énekelni nem fogunk, mert az most ellen javalt a járvány időkbe, de azért befejezésre egy gyönyörű adventi éneket hadd olvassak föl, aki gondolja otthon, megkeresheti az evangélikus énekeskönyv 149-es adventi énekét, olvasom befejezésül. Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő, törd át az ég zárt ajtaját, vár a világ, sóvárgon rád. Megnyílt az
ég harmatozva megváltunkat, hogy lehozza. Ég felhőjé, nyíjatok szét, hozva Jákob fejedelmét. Föld virulj ki, hadd fakadjon, iduló zöld völgyön, halmon, nyíj ki földnek szép virága, Dávid háza nagy királya. Ó fényes nap, ó szép csillag, téged vágyunk mi látni csak, kelj fel napunk, fényességed, üzze el a sötétséget. Kívánom, hogy így legyen, minden kedves nézőnknek kívánok áldott, boldog új egyházesztendőt és Krisztusban gazdag ünnepeket, áldott hétköznapokat. Erős áram Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, sálom, ki mit hal meg, válaszoljon rá a lélekben. Köszönöm a figyelmet.